az U11-es országos elődöntőt a mai napon Szombathelyen rendezték, ez volt a második fordulója. A Tóth László régió első három helyezettje és a Zákányi Bálint régió első három helyezettje volt ma itt. Két győri csapat és jó magunk a Tóth László régióból, illetve a Zákányi Bálint régióból a Kozár Misen, Siófok és a Balatonbogár csapata. Az én csapatom eddig a két győzelemmel állt ebbe az országos elődöntőbe. A reggel, vagy délelőtt 10 órás meccsen a Siófokkal játszottunk. Magabiztos 5 gólos győzelmet arattunk, a lányok jól játszottak. Megmutatták azt, hogy miben fejlődtek, miben léptünk előre. A második meccsen most a Kozár Misennel játszottunk, sajnos ezen nem jött ki a lépés nekünk. Sok hibát vétettünk, főleg a védekezésünk, ami eddig nagyon jól működött. Nem állt össze, és kaptunk olyan gólokat, a fegyelmezetlenség miatt volt. Ilyen meccset, jó, 3 gól van közte, 6-ról hoztuk vissza múltkor. Gyere már, aztán mutasd meg, hogy mi lesz, vagyunk itt. Itt. Gyerünk! 2-3! Szabadság! Időnk nem volt arra, hogy visszazárkozzunk ebbe a meccsbe, de megyünk tovább, még lesz egy forduló ebből az országos elődöntőből, onnan csak két csapat fog tovább jutni az országos döntőbe. Sajnos matematikailag már nem tudunk bejutni az országos döntőbe, de megpróbáljuk a másik két meccset megnyerni, és így szépen zárni ezt az országos elődöntőt.